Mi mindenre alkalmaznak ma a modern tudományban egy ásványt? Milyen lenyomatokat tartalmaznak a kövek? Ezekre a kérdésekre is választ kaptak a fiatalok, majd előkerültek a fűszernövények is. Mindehhez sok-sok információ, interaktív munkafüzet és sok élmény párosult. A Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum már közel 10 éve ad lehetőséget arra, hogy a gyerekek, elsősorban az alsó tagozatosok az iskola kezdés előtt ráhangolódjanak a környezetre, a biológiára és élményszerzéssel kezdjék meg az iskolát is. Kicsit mozgó a létszámunk, de 15 gyermek vesz részt ezen a héten ebben a táborban. A programok természetesen a múzeummal való ismerkedés, hiszen itt teljesen más arcát láthatják a múzeumnak. Nagyon sokan felnőttként is úgy gondolják, hogy a múzeum az azt jelenti, hogy eljönnek megnézni egy gyönyörűen berendezett kiállítást, és mi éjjel-nappal csak azon dolgozunk, hogy az a kiállítás szép legyen, rendben legyen, hogy bemutathassuk. Itt a tudományos háttérmunka nagyon fontos. Mondhatni a pincétől a padlásig gyűjteményi anyagok találhatóak minden szegletében a múzeumnak. Ezekkel is ismerkednek a gyermekek, a szakemberek, a munkatársaink segítségével. Emellett vannak kísérő programok, könyvtárba átsétáltunk, hiszen számomra nagyon fontos az olvasás népszerűsítés. A játék az mindig nagyon fontos. A legfontosabb célok közé tartozik elsősorban az, hogy a gyerekek ezekkel a múzeumi érdekességekkel is megismerkedjenek. Természetesen a múzeumi kiállításokhoz kapcsolódó foglalkozáson is végigmegyünk, és itt az az előnye ennek a programnak ilyenkor, hogy nem kell rohanni, nem kell buszhoz, tanórához kapcsolódóan beszélgetnünk, és időkeretek közé szorítva lenni. Több visszajáró gyermek van, és mondták most is, hogy már ilyen hasonló foglalkozáson vettek részt, de soha nem ugyanaz a menete egy-egy ilyen programnak. Visszaköszönnek olyan információk, amit amikor előző években átadtam, akkor arra még mindig emlékeznek, és akkor ez mindig nagy élmény. De mindig van újabb és újabb kérdés, hiszen a természet, a múzeum gyűjteményi anyaga, az olvasás, a könyvek világa, ez mind kimeríthetetlen, tehát mindig van miről beszélni, és mindig van valami új átadnivaló. Az elmúlt 8 évben a múzeum több száz fiatalnak adott lehetőséget arra, hogy ebbe a programban részt vegyen.